A rossz sör nyílt ki. Bassza meg. Sziasztok, mi újság a nagyvilágban? Megérkeztem egy újabb kóstolóval. Ma megint egyedül leszek, sajnos úgy jött össze ez a hetünk esztivál, hogy nem volt úgy időnk, hogy egyszerre föl tudjuk venni együtt a kóstolót. Úgyhogy ez ilyen team effort lesz, gyerekek. Én felveszem, Eszti megvágja. Hú-hú-hú! Érdekes dolgot találtam amúgy. Az előző részben ugye megkóstoltuk ezeket a kis kókuszos csincsin falatkákat, ugye ez az afrikai boltban, ez a Caribbean boltban igazából az volt a nekik ilyen Caribbean boltban vásároltam, és ugyanabban a Caribbean boltban találtam non-alcoholic malt drink. Ez ilyen alkoholmentes sör-szerű dolog, ilyen Guinness márkája, nem tudom mennyire ismertek a Guinness-t, ugye az angol fekete sör. Én nem vagyok valami nagy Guinness híve, megmondom nektek őszintén, de nagyon kíváncsi voltam rá, nagyon sokszor láttam már, hogy ilyet isznak körülöttem az emberek, és igazából még sosem próbáltam ezt a nem alkoholos malt drinket igazából, mert ez nem sör, ugye rajta is van, hogy ez csak ilyen malt drink, szóval nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez mennyire jó, megmondom nektek őszintén. Sörös üvegben van, úgyhogy rossz nem lehet, tudjátok, hogy van ez, de nagyon, nagyon, nagyon kíváncsi vagyok rá. Annyira sajnálom, hogy nincs itt ezt a gyerekek, mert ugye ez a legjobb, amikor sörös üveggel kocintasz a másikkal, akkor mindig az megy, hogy fej, seg, na, hogy is, még egyszer, Roli, komolyan, fej, seg, ha-ha, mindig ezt szoktam csinálni a sörös üvegekkel. Bontot nem hoztam ki, úgy szokott lenni, hogy tudjátok, hogy van ez, olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó. A rossz sör nyílt ki. Bassza meg. Oh, get. Na mindegy, hálásnak jó fel is ráztam. Oh. Ezért bűzleni fogok a malátától, de jó lesz, úgyhogy ebből fürdés lesz. Oh, geci. Na hát mindegy. Az illata nem vészes igazából, abszolút nincsen se Guinness és se sörszaga egyelőre. Sokkal jobb sörszagra gondoltam, hogy lesz neki igazából. Wow, gyerekek, hát ez ilyen, megmondom nektek őszintén, ez egy üdítőital. Ez egy karamellás üdítőital. Nagyon durva. Ugye a Sprite-ban is van egy kicsi karamell íz, de az nem olyan vészes. Ez ilyen, ez a nagyon édes karamell beütésű ital. A malátát abszolút nem érzem benne, vagy nem tudom igazából megmondani, hogy benne van. Nagyon durva. Abszolút nincsen benne alkohol, gyerekek. Ez barley malt, corn, caramel for coral, sugar, sorghum, carbon water. Ennyi. Barley is van benne. És egész jó, azt kell, hogy mondjam, hogy ugye rajta van, hogy importált, úgyhogy ez mindenféleképpen ugye rajta van, hogy mi ez már, ugye afrikai termék, úgyhogy érdekes. Hát, ahhoz képest leittam magam a sárga földig, és lespicceltem magam. Nagyon ízlik. Kicsit sok. Úgyhogy mondjam, olyan kicsit sok, szóval jó, hogy ilyen kis kiszerelésben van, már amúgy többet meginni belőle egyszerre, olyan túl sok lenne szerintem. De borzasztóan sok cukor van benne, érzem, hogy most már ragad. A bőröm is igazából, Hál' Istennek, jól leittem magam. Mindegy is. Borzasztóan köszönöm, hogy itt voltatok velem. Remélem, tetszett, amit láttatok. Ha igen, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek többet látni, iratkozzatok fel. Ha van akármilyen ötletetek, hogy mit próbáljunk majd ki a következő kóstolóban, akkor írjátok le a komment részlegbe. És ne felejtsétek el, hetente 5-ször szoktunk esztivel live-on a Twitch-en. Szombatonként 1 órától főzünk általában, a 7-4 napján pedig délutánonként játszani szoktunk. A beosztásunkat megtaláljátok a Discordunkon, Facebookunkon vagy a Twitch-ünkön. Gyertek, szeressetek minket, keressetek minket. Sziasztok! Oké, elfogyom belőle. Ez a kedvencem. Csak nem szeretem elpasszalolni a sört. Ezt nem bánom. Van belőle még 3.